A Korintusi második levél 10. részének 12-től 18-ig terjedő versei következnek. Mert nem merjük magunkat azokhoz számítani vagy hasonlítani, akik önmagukat ajánlják. De ezek nem veszik észre, hogy magukhoz mérik és magukhoz hasonlítják önmagukat. Mi azonban nem mérték nélkül, hanem annak a határnak a mértéke szerint dicsekszünk, amelyet az Isten szabott ki nekünk mértékül, hogy eljussunk hozzátok is. Mert mi nem mentünk túl a nekünk kiszabott határon, mint akik nem jutnak el hozzátok. Hiszen hozzátok is eljutottunk a Krisztus evangéliumával. Nem dicsekszünk mértéktelenül mások fáradozásával, de reméljük, hogy hitetek megnövekedésével naggyá leszünk közöttetek a mi munkaterületünkön. Ennél fogva a rajtatok túleső területeken is hirdetjük az evangéliumot, de nem dicsekszünk olyan munkával, amelyet másut már elvégeztek. Aki pedig dicsekszik, az Úrral dicsekedjék, mert nem az a megbízható ember, aki önmagát ajánlja, hanem az, akit az Úr ajánl. Szeretett testvéreim, itt megint egy ilyen vád részt próbál tisztázni az apostol, mert a korintusiak panaszkodtak, hogy amikor megígérték, hogy jönnek majd, nem jöttek. És hogy megbízhatatlan az apostol, és a többi. És aztán ő leírja, hogy a mi határainkat Isten szabja meg, és nem megyünk a magunk feje után. Megállított bennünket, értettük is, hogy nem volt időszerű sem, de egyébként is jó a határainkat érteni, testvéreim. Minden szolgálatban nem tudunk belemenni. Megvan, amit nekünk szab meg Isten. Azt végezzük el, mert lehet túlpörögni, lehet nyüzsögni az Isten országa ügyében, és ezzel zavart keltünk. Keressük a helyünket, és ahogy én is keresem azzal, hogy Uram, ezeknek az éveknek mik a feladatai. És egyértelmű, hogy ezt a videószolgálatot folytatni kell, mert az ország különböző részein is rám köszönnek vadidegen emberek, és azt mondják, hogy magát ismerjük. No honnan? Hát a Facebookról, vagy a YouTube-ról, a videókról. Ha pedig embereknek ez áldást jel, több száz embernek, hát akkor hogy állhatnék le, foszthatnám meg őket, miközben én ezt itthon el tudom látni. Vagy most, hogy ezt az evangelizációs járáskelésemet szűkebbre fogta Isten, megyek én egy-egy napra, két napra, vagy így hétvégén, de inkább egy-egy napra megyek, vagy egy-egy alkalomra, ahova hívnak, de lám beindította ezt a könyv szolgálatot, amit én azért is nagyon fontosnak látok, mert 66 igehirdetése teljes életművemet hordozza. És ha egy ilyen könyv valahova oda kerül, hát az egy-egy embert Jézushoz vihet, ha az Isten lelke úgy dolgozik, de a hívőket is építi, és ez olyan jellegű feladat, amit szintén el tudok látni. És már jutottak is úgy tovább könyvek, hogy van, ahonnan már visszajelzés is jött, hogy úgy örülünk, meg
Na, most nem akarok megint csak a könyvek körül járni, bár ez most friss élmény, hanem maradok ott, ahol Pál apostol mondja itt az igében, hogy egyrészt nem kívánjuk feszíteni a határokat, van, amikor meg kell állni, van, amit nem rám bízott Isten, akkor meg kell értenem. És azt is, hogy ne mások munkájával dicsekedjünk, de a sajátunkkal se, hanem az Úrban dicsekedjünk. Azaz, hogy őt magasztaljuk, hogyha jó dolgok történnek. És azt mondja az apostol, hogy nem az a kipróbált, aki magát ajánlja, hanem akit az Úr ajánl. Úgyhogy jó nekünk mélyebbre evezni, és átgondolni Isten előtt a jelenlegi szolgálatunkat. Hogy vajon csináljuk, amivel megbízott, azt csináljuk, vagy vajon nem kell-e valamiből megállni, vagy valamire elindulni. Adja Isten, hogy egymásért is imádkozhassunk ebben a tekintetben.